Az egész országban virágzik a parlagfű. Magyarország több pontján köztük a dél extrém magas a növény pollen koncentrációja a legfrissebb adatok szerint. Ilyenkor az allergiás betegek már erős tünetekre számíthatnak, továbbá emelkedik az asztmás tünet együttes jelentkezésének valószínűsége is. Magyarországon több mint két millió ember szenved a kellemetlen tünetektől, ráadásul az allergiások száma minden évben 20 ezerrel nő. Már csak ezért is fontos lenne, hogy a föltulajdonosok figyelmet fordítsanak a parlakfő kialakulásának megakadályozására és írtására. Tolna megyében ez ideig közel 30 ezer hektár területen ellenőriztek a Tolna megyei kormányhivatal munkatársai, 31 ingatlanon összesen mintegy 30 hektáron találtak parlakfűvel fertőzött területet. Létezik egy internetes felület és egy zöld szám, és ahol a parlagfűvel szennyezett területek bejelentését várja a hatóság. Tól nem egyében is érkezett ilyen bejelentés. Szeptember másodikán 36 bejelentés érkezett ezen a zöld számon. Ezek általában évtelen bejelentések, de tekintettel arra, hogy itt közérdekről van szó, ezeket a bejelentéseket kivizsgáltuk. Minden esetben megállapították, hogy valóban parlakfűvel fertőzött területről volt szó. Ezekre a tulajdonosokra növényvédelmi bírságot szab ki a hatóság. Ennek összege 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. A büntetés mértékét esetenként a fertőzött terület nagysága, valamint a parlagfűvel való felületi borítottság határozza meg.